Hát sok pozitív volt, nem tudok elmondani a második szabadedzésről. Sajnos minden úgy alakul, mint ahogy arra számítottunk, és ahogy már az elmúlt két verseny hétvégén is alakult. Többiek fokozatosan fejlődnek, mi meg egyszerűen nem vagyunk képesek javítani a tempón. Úgyhogy azt leszámítva, hogy most a szabadedzésen legjobb hondások vagyunk, egyelőre nem sokat ér, sajnos, mert ezzel is talán a 15. pozícióra tudtam befutni, úgyhogy hát elég borulátó vagyok sajnos a holnapi időmérőre. Mindegy, nem temetjük még a holnapi napot, de nagyon nehéz lesz, az biztos.